I say disco, you say party, disco, disco, party, party. Hello mindenki, aki Attila vagyok, és ma a ti kérdésétekre fogok válaszolni, és szerintem ne is húzzuk is az időt, ami olyan kis a kérdések. Van a kis kedvencek titkos élete című mese, hogy néz neki Attila titkos élete? Vajon melyik könyvet olvassam? Hát ez jó. Úristen, hogy nézek én így ki? Nem mehetek így sehova, úristen. Jaj, bocsika, te nem tudok már lédülni suli után a buszon, azért már a Bencének már megígértem. Tudtam! Tudtam! Ha Kittyvel nem lennétek tesók, összejönnél vele? Mi? Nem. Jó, rendben van. Akkor kis elemózsia. Valami, amivel főzök. Egy kis párnacska. Jaj, félj már bele. Meg akkor egy kis kézfertőtlenítő. Nem, és nekem ezzel kell együtt élnem. Mit csinálnál, ha kiderülne, hogy van egy ikertestvéred? Szerintem az én hülyeségeim elégek egyedül is, úgy önmagában nincsen szükség még azt, hogy azt fokozzuk is, szóval meg vagyok egyedül, nincsen szükségem ikertesóra. Szóval nem akarsz engem? Tudod, ez nagyon fáj, nagyon bár legbelül, hogy lehetsz ilyen az ikertesóddal? What? Szoktál valamilyen plüsssel aludni? De hogy is szoktam, én ehhez már túl felnőtt vagyok, felnőtt férfi, 21 éves vagyok, én az ilyenekben már réges-régen kinőttem. Na mi is a következő kérdés? Tényleg nem alszol egy plüsssel se kölött. Mit szólnál, ha anyukád bejelenteni, hogy terhes? Anya! Van itt egy olyan kérdés, hogy mit szólnék akkor, ha bejelentenéd, hogy terhes vagy? Te mit csinálnál akkor? Mit csinálnál, ha puding elkezdene hozzá? Rólam nyávogol már megint! Ne beszéljél már mindig rólam, meg rádugrok, mint erre a székre! Mi volt ez? Mi volt ezt a fogyatékos? Inkább nyaját a seggemet, négy kell csinálni, de jó. Mit szólnál, ha kiderülne, hogy kit és a szüleid űrlények? Hát én ezt a témát már régóta tudom, hogy mindannyian azok, és csak én vagyok anormális a családban, szóval ezen nem lepődnék meg, de természetesen én nem vagyok ülnény, hanem normális ember vagyok. Jó, ez jó szar volt. Mondjuk az eddigi poénok is azok voltak. Na mindegy. Miért nem lehetek vicces, én is mint topi ember. Mikor lesz könyvajánló? Most lesz könyvajánló, hozom is a könyveket. Ne nézzétek az alsón, a drágom kim van. Az első, amit mutatni akarok nektek, az én kedvenc, a világon a legkedvencebb könyvsorozatom, már biztosan sokan tudjátok, miről beszélek, és ez a Percy Jackson sorozat, és megjelent ilyen a könyvből képzelni, ezt nézzétek ilyen gyönyörű új borítóval, megpróbálom, hogy oda tartani, ha ráélesít, és akkor igen, most ráélesít, és így látjátok is, ilyen egybe, ilyen kiad egybe ilyen dolgot a borítója, meg amúgy, hogyha ezt így összerakjátok, akkor úgyis így kiad. Na mondjam, most nem tudom összesét így összetartani. Ez még csak az első négy része. Az ötödik még nem tudom, hogy megjelent ilyen új borító, hogyha valaki nem tudná, ez ilyen görög istenekről, mitológikus dologról szól a mai világunkban. Nagyon jó, tényleg ezt olvassátok, ez a kedvenc könyvsorozatom. Valami még kaptam tőlük a legújabb részét, az ilyen ájvadász krónikák, vagy hogy mondjam ezek, az egész ájvadászos világnak. Ez a legújabb része, az Éjfél kisasszony sorozat, ami a Cassandra Clare-nek az új könyve. Hogyha valaki olvasta vagy ismeri a Csontváros sorozatot, ez ahhoz kapcsolódik, azok után, annak a cselekmény után játszik a Csontváros utolsó része után. Valami még itt van nekem egy újabb könyv, ez még a Jövő harcosai, és ezt azt mondják, hogy ez tetszene nekem, hogyha a Percyt szerettem. Ez igazából nem tudom, miről szól. Szóval most olvassuk el együtt. Marcel, Erika és Adria megkötélentő dolgot lát, valaki lezuhan az égből, ráadásul túléli. Na jó, oké, ez már is tetszik. Igazából fogalmam sincs az, hogy ez miről szól, mint mondtam, de már amiatt tetszik, mert az van, hogy az Olympus legyőzése, és mint tudjuk, én imádom az ilyen mitológikus dolgokat, szóval, ja. Mit csinálnál, ha felkeresne téged egy tánc egyesület, és kiderülne, hogy nagyon jól táncolsz? I got it from my daddy. És ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor ráesett meg a távirányító, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és írjátok meg lent kommentben, hogy szeretnétek-e még ilyen videót.
ja, vagy igazából bármilyen ötletel. Én Attila voltam, hamarosan mi volt találkozunk, és addig is legyen jó napotok. Sziasztok!